Borsod-Abói Zemplén megyében a korábbi évekhez hasonlóan április 1-jéig 70 ezer személyi jövedelemadó bevallás érkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatal adóigazgatóságára. Az adózók kétharmada még az elkövetkezendő hetekben tesz majd eleget kötelezettségének. A dokumentumok feldolgozását folyamatosan végzik a hatóság dolgozói, és már tapasztalatokkal is rendelkeznek a leggyakrabban előforduló hibákról. A megelőző évekhez képest, illetve a tavalyi évhez képest az SZIA bevallások vonatkozásában jelentős változás a szuperbruttósítás fogalmának megjelenése, amelynek következtében az idei bevallási nyomtatványban az összevont adóalapot 1,27%-kal meg kell növelni, tehát szuperbruttósítani kell, és ezután kell a fizetendő adóösszegét kiszámítani. Másik jelentős változás az, hogy jelentősen csökkent a igénybe vehető adókedvezmények köre, tehát ebben az évben már a megelőző évihez képest jóval kevesebb adókedvezmény igénybevételére számíthatnak az adózóink. Másik igen jelentős változás az, hogy a személyi jövedelemadó százalékos aránya 18%-ról a 17%-ra csökkent, tehát ez az idei bevallásban már így kell kiszámolni. Megjelent a különadó fogalma, amely a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jövedelmek kifizetésére vonatkozik, mely után a 2005 utáni ilyen módon kifizetett jövedelmeket 98%-os különadó terheli. Itt jegyezném meg, hogy ezt a úgynevezett különadót ne a hagyományos SZIA bevallásban keressék, hanem erre egy külön új nyomtatványt rendszeresített az APET 1053K-s megjelöléssel, tehát a különadót ezen kell majd a magánszemélyeknek bevallani, amennyiben van ilyen. A beérkezett bevallások feldolgozása kapcsán tapasztaljuk azt, hogy az adózók, amennyiben papíros formában nyújtják be a bevallásaikat, figyelmetlenségből vagy nem tudni milyen okból elfelejtik aláírni ezeket az íveket, ezért ezeket sajnos érvénytelennek tekintjük, amennyiben nem pótolja az aláírást az adózó. Ugyancsak jellemző hiba, hogy mennyire tudták a jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérni, sajnos a szuperbruttósítás nem veszi az adózó figyelembe, emiatt rossz az adószámítás, amely esetében kiértesítjük az adózót, hogy jöjjön javítani bevallását, és ezáltal a korrigált adó összegét megállapítjuk együttesen, és ez alapján kell majd megtenni a befizetést, illetve ez alapján jár esetleg majd visszatérítés. Más hiba olyan módon merül föl, hogy az adózók úgy gondolják, hogy az igazolásaikat is be kell feltétlenül küldeni. Itt szeretném megkérni, illetve felhívni az adózók figyelmét, hogy ne küldjék be a jövedelem igazolásaikat, különféle kedvezményre jogosító papírjaikat, mert nincs rá szükség az adóhivatalnak, ezeket mind-mind vissza fogja postázni. Az elmúlt években vezette be az adóhatóság, hogy elkészíti ő az adózó helyett a személyi jövedelemadó bevallását. Hogyan alakult az elmúlt időszakban a tendencia? Többen éltek-e vagy kevesebben ezzel a lehetőséggel, és melyek, kik azok, akik elsősorban igénybe veszik az adóhivatalnak ezt a szolgáltatását? Ez az úgynevezett adóhatóság által elkészített, úgymond egyszerűsített bevallás intézménye. Ez már több éve működik az adóhivatalnál. A mostani adatok alapján több mint 26 ezeren kértek adóhatóság által elkészített, úgymond egyszerűsített bevallási lehetőséget. Ez a tavalyihez képest 18%-os növekedést mutat. Ezt az úgynevezett egyszerű kérdésekből álló nyilatkozatot február 15-ig kellett benyújtani hozzánk az adóhatóságtól kitöltve, aláírva. Ez alapján, az úgynevezett nyilatkozat alapján fogjuk majd elkészíteni a magánszemélyek részére az egyszerűsített bevallás ajánlatot, amelyet április 30-áig fogunk postázni az adózók részére. Akik ezt megkapván, az ajánlatot átnézvén, vagy egyetértenek vele, és aláírva visszaküldik, vagy amennyiben módosításokat tesznek, azt átvezetik rajta, és aláírva visszaküldik hivatalunkhoz, és ez alapján
után fog teljesülni az ő személyi jövedelemadó bevallásuk. Mindezt a május 20-áig kell megtennünk ezeknek az adózóknak. Eddig a visszatérítés kérő adózók küldték el bevallásaikat, akiknek átlagban 80 ezer forintot utalt vissza a 30 napos határidőt betartva az adóhatóság. A revizorok fokozott figyelmet fordítanak azokra, akik duplán tartanak igényt a pénzre. Például elkészítetik a munkáltatójukkal a bevallást, valamint maguk is beküldik azt a hivatalba. Előfordulnak olyan esetek is, amikor már megszüntetett érett vagy nyugdíjbiztosításra akarnak érvényesíteni kedvezményt, vagy éppen nem pallják be a személyek jövedelmüket.